Nagy Attila Tibor van velünk, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye, amiről most beszélni fogunk, az kicsit megelőlegezte a 13. nyugdíj ötlete, és nyilván beletartozik abba a folyamatba, amelyet önök cikkében az MSZP baloldali fordulataként ír le. Hát nyilván ez nem az ön ötlete, hanem valóban van egy baloldali fordulat. És ez, ahogy ön mondja, több szempontból kimerül abban, hogy költeni, nyugdíjasokra, alkalmazottakra, stb. Viszont politikai szempontból, az imás szempontjából, a hitelesség szempontjából ez a baloldali fordulat jó-e? Kommunikációs szempontból, meg ideológiai szempontból annyiban jó, hogy a pártnak egy határozottabb arccélt ad. Tehát most már azért jobban lehet tudni nagy vonalakban, hogy milyen irányba tart a szocialista párt. Azért korábban én is és mások is mondtuk a szocialista pártról, hogy nem igazán tudjuk, hogy merre tart. Ugye volt a 2000-es évek elején egy ilyen harmadik utas vonal, amely most némileg leegyszerűsítve mondom, némi liberális ízt vitt be az MSZP-be, aztán a 2010-es nagyvereség után egy nagy elbizonytalanodás jött. Na most ehhez képest Botha László fordulata annyiban javulás a korábbihoz képest, hogy itt legalább látjuk azt, hogy most egy erőteljes baloldali fordulat történt a korábbi állapothoz képest. Ez nem azt jelenti, hogy problémamentes ez a fordulat, mert mondjuk azok körében, akik fontosnak tartják például értelmiségi körökben, hogy mégis a különböző ígéretekben honnan a csodából lesz pénz, azok számára már komoly hitelességi problémák vetődnek fel, hogyha belenéznek Botha László programvázlatába, vagy például, hogyha azt nézzük meg, hogy egy csomó részlet nincs kidolgozva a Botha László miniszterelnök jelölt pályázatában, hát, mondjuk, semmi konkrétum nincs a munkavilágában. Igen, de mondjuk, hogy erre van például még ideje. Van még ideje, hát azért a headline-okat kell elmondani először az embereknek, de a költésen, az ígéreteken kívül van-e még más jellemzője a baloldali fordulatnak? Van-e nyelv? Van-e olyan baloldali nyelv, amit eddig nem használtak, és most fognak például? Nemzetközi kitekintésben is nézem, akkor nem igazán. Tehát az, hogy fizessenek a gazdagok, nekem ez például már ismerős, ez például a francia szocialisták is eljátszották még évekkel ezelőtt, tehát ez egy ilyen nagyon erőteljes, nagyon balos a kis emberek, a munkásokért fellépő baloldali vagy erő, még balosabb pártoknál gyakran elmondják, hogy hát meg kell adóztatnunk a gazdagokat, és minden rendben lesz, vagy legalábbis jobb lesz az alsóbb rétegeknek. Annyiban viszont új Magyarországon belül, hogy a korábbi színtelen, szaktalan, mesterházi, Tóbiás-féle kommunikáció után némi karaktert azért mégiscsak látunk. Még egyszer hangsúlyozom, nem problémamentes azért ez a karakter sem, mert ugyan, ahogy ön említette, még van ideje a részleteket kidolgozni, csak hogy a Botha László megjelenése óta már eltelt 5 hónap, és én azt gondolnám, hogy ez idő alatt illene azt mondani, valamit mondani, hogy például a szakszervezetek megerősítését, hogy tervezi, mert ezt viszont megígéri abban a program tervezetben, illetve miniszterelnöki pályázatban, hogy megerősíti a szakszervezeteket, de hogyan, kérdezem én, visszaállítja a korábbi szakszervezeti kifogást? Egyetértési jogot majd ad a szakszervezeteknek bizonyos kérdésekben, és tovább tudnék még menni több ponton, amelyet össze például, hogyha tényleg lesz egy részletes kormányprogram tervezete a pártnak, akkor bizony rendbe kell tenni, mert különben szakmai szempontból komoly hitelességi kérdések vethetőek fel a szocialista párttal szemben. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, további jó estét!